Szokták mondani, főleg a politikai ellenfeleim, hogy én nem tudok semmit Zuglóról. Ez tévedés, sőt, van egy itteni embereket érintő súlyos ügy, amiről már akkor tudtam, amikor még szó sem volt az indulásomról. Ez pedig a légiforgalom zaja. Több rokonom is él a kerületben, és tőlük hallottam először, és amikor meglátogattam őket, akkor láttam és megtapasztaltam, hogy mennyire elviselhetetlen tud lenni a helyzet. A járvány alatt ugye megritkultak a járatok, de ma már újra egyre több gép érkezik, felpörgött a teherszállítás is, így a zaj is újra egyre nagyobb. Ha ugyanis keletről, délkeletről fúj a szél, a leszálló gépek éppen itt Zugló felett kezdenek ereszkedni. És a leszálló gépek lassúak és alacsonyan repülnek, nagyon hangosak. Több gond is van a budapesti légiforgalommal, amelyek teljes és tartós megoldása sajnos nagyon nem egyszerű, de azért van tennivaló, és a megfelelő lépésekkel lehet mérsékelni a zuglóiak, a kőbányaiak és a külső kerületekben élők zajterhelését. A folyamatos, erős zaj ugyanis nem csak zavaró, de komoly egészségügyi problémákat is okozhat. A jelenlegi kormány biztos, hogy nem érdekelt a megoldásban. Palkovics miniszter úr nekem sem válaszolt érdemben, amikor kérdéseket tettem fel neki a témában. Szerinte minden a legnagyobb rendben van. Ő nyilván nem errefelé lakik, ezért nem zavarja a zaj. Az első és szerintem legnagyobb gond az éjszakai repülés. Civilizált országokban ezt keményen korlátozzák, felszállni egy idő után tilos, és leszállni is csak vészhelyzetben lehet késő éjszaka egy városhoz közeli repülőtéren, vagy pedig komoly büntetést kell fizetni ilyen esetekben. Éjszakai repülési tilalom nálunk is van, de egyrészt túl rövid, másrészt elég megnézni a reptér honlapját, hogy lássuk, semmit nem ér a rendelet. Tegnap például 10 járat szállt le 11 óra után, az utolsó gép pedig 0 óra 15-kor, de vannak olyan esetek, amikor sokkal később szállnak le ezek a repülők. Az utolsó pedig 23:37-kor szállt fel, amikor már a legtöbb ember aludni próbált volna. Ennek az az oka, hogy a légitársaságok, különösen egyes fapados légitársaságok túl feszesre tervezik a menetrendet. Tudják, hogy az adott gépnek lehetetlen ezt tartani, a menetrendet meg fognak csúszni, de nem zavarja őket, hiszen nem büntetik meg őket, vagy pedig csak nagyon csekély összegre. Ezen egy kormányváltás után azonnal lehet változtatni, mert be kell tartatni a jogszabályokat, és komoly büntetést kell kiszabni azokra, akik nem tartják azokat be. Meggyőződésem, hogy gyorsan átterveznék a menetrendet a légitársaságok, hogyha rá lennének kényszerítve, és így nem éjfél után szállnának le az utolsó megcsúszott járatok. A légiforgalom ugyanakkor az utazási korlátozások feloldásával várhatóan ismét egyre nagyobb lesz, amihez egyre több kargó, vagyis teherszállítógép csatlakozik. És szerintem nem normális, hogy a kargójáratokat, a teherszállító járatokat is egy a városhoz ilyen közeleső repülőtérre irányítják, de a kormány megint csak abban érdekelt, hogy Ferihegyen legyen például a kínai árukat fogadó központ. A hosszú távú megoldás csak az lehet, hogyha a Liszt Ferenc repülőtér helyett egy másik, meglevő vagy újonnan épülő repülőtérre terelik a fapados járatokat, és a tehergépeket is. Nem példanélküli ez, aki Londonba repül, az jó eséllyel Luton reptéren száll le, Brüsszel helyett is 45 kilométerre levő reptérre érkeznek a legtöbben. Ez a megoldás nem egyszerű, nem is tudom megígérni, hogy így lesz, én azt tudom felelősségteljesen megígérni, hogy ezért fogok dolgozni. Teljesen biztosan állíthatom, hogy ha marad 2022-ben a Fidesz kormány, akkor semmilyen változás nem lesz, egész egyszerűen láttuk, hogy nem érdekük. Sőt, a miniszterelnök kimondott célja, nem titkolt célja, hogy megszerezze a Budapest Airportot, és hogyha győz jövőre, akkor ezt meg is fogja csinálni. Akkor pedig biztosan nem lesz semmiféle korlátozás, csak az lesz a lényeg, hogy minél több repülőgép szálljon le és fel, mit sem törődve a budapestiek nyugalmával és egészségével.